svedjük. Na igen. Mehet? Igen. Csak György Csomafalvi, tátin, Kolányos György, fia, Kolányos Jancsi, ami elhalt fiatalul. És akkor György Csomafalvi kerültek ide? Onnan került az édesanyám családja. Értem. Onnan szállott ide Csomafalva. Értem. Akkor ez tátinnak a felesége, Pulika Anikó. Pulika Anikó? Igen. Igen. És ez a fia, melyik Oroszországban maradt, Kalányos Tóni. Igen. És akkor maguk rokonok a gyimesi pulikákkal, igen. Igaz? Igen. Ez édesanyámnak a testvére, kisebbik nénye. Hogy hívta? Kalányos Matild. Igen. És Kalányos Ilonka, ez édesanyám. Leány. A leány neve, Kalányos Ilonka. Uh-huh. Ide jött Domokosra? Igen. Hogy jött ide? Mesélj el. Hintos kocsival hozták ide. Kalaposan, kesztyűsen. Nagy lapadalom volt. Mondja rendesen, hogy mi volt, hogy volt. Hogy hívták az öreget? Szász. Hintos kocsival hozta ide, Szász. Szász. Albert bácsi. Uh-huh. Az iskolával szemben, most meg van halva. Hogy is jön ki? Ezeket nem tudom. A nevüket. Pulika János, azt tudom, az egyik, ez. Igen. Ez Tati, ez a zenész. Igen, de ezek rokonságok voltak, maguknak rokonja. Hát, sógorság. Édesanyámnak az édesapja, és ez még ennek a feleségének, mámimnak az édesapja volt ez. Igen. Szülők. Igen. Szülők, pulikák ezek. Ezek voltak a rokonyok. Ez meg Tóni bátyom, melyeket mutattam, hogy tönkre van, mert tűnti az italot. A másik Pulika családnak, azt se tudom a nevét már ki az. Igen. Na, egy szép kép. Ez édesapám, édesanyámnak az édesapja, mikor magyar katona volt. Hogy hívják? Kalányos György. Ő is muzsikus volt. Igen. Fiatal korában van ez a kép. Legényképe. Haló, ki az? Ez a fia. Jancsi, meget mondtam, hogy vonat állított. Igen. Ő is muzsikus volt? Igen. Mégpedig nagy. Itt fent? Ez a Tóni bátyom, amiket mutattam, hogy az Oroszországban maradt. Annak a bandája, nem ismerem a többieket egyáltalán. Nyisztor Jancsiék, azt hiszem ez Nyisztor Jancsi, aki zené, a primás. Igen. Ez az a férfi meg itt. De miután fogságból hazajött, meg betegesedett, azután nem tudott már zené. Így néz ki, miután hazajött. Meghalt? Meghalt. Hamar meghalt utána? Egy évre. Egy szegedi bátyám, Kolányos Zoltán. Édesapám, édesanyámnak az édes testvére nagyobbik, és a felesége. Mikor lett ki Szegedi? Mikor ment ki? Még legénykorában ki volt menve. Értem. Még legénykorában Szabó Mester? Igen, Szabó Mester. Ez a kép? Ez is külön kép, igen. Most nem is felé ment ki az. Szóval öreg. Igen. Ez a Rózsa család Marosvásárhelyén, az egyik fiú, nem tudom a nevét. És a felesége maga. Esküvő alkalommal. Kik ezek maguknak? Sogorunk volt, Laikának a felesége, testvére. Értem. Tehát Dudu Lajosnak, aki kim van? Igen, aki magyarban, Magyarországon van, Laika, igen. Annak a felesége, testvére, a férfi. De a nőt azt nem ismerem ki azt. Nem itt sem. Már valami történik? Most sem tudom, hogy ki. Ezt nem, 60-as évek fényképei azok. Igen. Akkor már nincsen. Végre kossá vele, igaz? Nincs több. Uh-huh. Na, akkor ki mondta ezeket, B, nekünk? Csíkszentdomokoson születtem, 1939. november 27. Dudui Rozária. Lakok 1601 pérbe és házszámon. Ma mindig szívesen látom, hogy jönnek látogatóba hozzá.
csak nem ilyen házban most, hogy elkaptak. Köszönjük szépen. Sziasztok. Azt hiszem, hogy a 83-as lehet. 83-as vagy 82-s farsang temetés alkalmával. Igen. Megmondom. Nem ikötezéknek mindig kellene mit találni. Balog, igen. Ismered-e ezeket a népeket? Nem tudom a neveket. Jezsikének az anyja ne hol van. Jaj, te ne hol van Márton bácsi, a jó táncos? Timár Imre bácsinak a felesége meg meghalt, hova jártatok most? Uh-huh. Itt van, ne. 82-ben volt. Akkor nem volt az itthon. Az volt az első farsang temetés. Igen. Annyi év után. Az enész ki a szélén itt? Borcsa István. Nem Balog. Hol Balog? Mondják a Balog. Értem. Hát, Csíkszentdomokosi volt mostanik. Most hol van? Nincs itt. El van még a szerembe, fianál most. Jó muzsikus volt? Balog Laci bácsi. Igen, volt neki is a régiség felvételei. Igen. Evel jártak a régiségekkel. És nem tudja, hol van? Szerembe lakik. Nézd, van, ami zenében van. Biztos szerembe lakik? Igen. Közben hazajár. Ki tudja a címét? Tudja valaki? Nem tudja a címét. Hát csak olyan napos, hogy elmélyodas, aztán jó haza. Most már hány odás?